Na jó. Na és mi újság volt a rendőrség? Mi? Verekedésbe tűz. Vagyis verekedésbe keveredtem. No csak kibe. Rohamos tavosokkal. Mert... És ő miattuk van. Ők kötöttek belém. Mi? Ők kötöttek belém? Hát azt mondja az egyik, hogy ennyire retorált vagy. Szállt, vette az egyik, meg a másik. Én visszaláttam erre, hogy piszoár. Milyen piszoár? Tudod, ami a férfi mosdóban van, ez a kis falra szerelhető WC. Csak majd csak ízé, csak falba van beszerelve. Egy kis WC. Ami csak férfiaknak lehet csak. Aztán a nőknek. Aj, te hülye vagy. Szevasztok, jaj, te meg itt vagy. Aj, de köt. Rohamosztagos, hagyd abba. Jaj, itt beszélgetek a retardázacskóba. Rohamosztagos, hagyd abba. Jaj, Vader. Hagyd már abba azt a hülyeséget. Nem zavar az, hogy neked izé? Mi lenne, hogy téged így csúfolgatnának, hogy piszoár? Ez neked rosszul esne? Ugyanúgy rosszul esik neki is, amikor leretardázod. Nem értesz abban a szép szóval, hogy hagyd abba. Nem elég, hogy bajba keveredtetek, az rendőrség lett a vége? Mi a rendőrség? Aj! Mondjad már neki. Ha összeverekedtük ott a rozsásákolónál. Az rendőrségen kötöttünk ki, nem? Vagy békéljetek már meg. Én meg nem. Nem békülök ki. Ilyenkor nem békülsz ki, mi? Te vagy már jó pofa. Rohamozt a hors! Semmi értelme nincs ennek a haragnak. Meg a gyűlöletnek sincs értelme. Majd békéljetek már meg. Az ég szerelmére. Ő neki kell békülnie. Szerintem Rohamosztagos kér tőle bocsánatot. Ha! Minek kérjek bocsánatot? Az előbbiek, amikor leretardáltoztad. Igen, ok nélkül belém kötöttél. Meg a társainak is kell bocsánatot kérni tőle. Na, kér tőle bocsánatot. Szó sem lehet róla. Igen, megy a feje után. Unom már, hogy mindenkinek én vagyok a hibás. Ha, úgy van, dulcáskodja. Hogy nem vagy hajlandó bocsánatot kérni. Nem volt hajlandó bocsánatot kérni, úgyhogy... Ideges. Bocsánatot ki. Szevasztok!
Mi van már? Mi volt az orgán? Úgy volt, hogy Ödönt bevitték a rendőrség. Most itt van Ödön. És olyan mosztagos belekötött, vagyis összeverekedtek. És itt volt olyan mosztagos, és nem volt hajlandó bocsánatot kérni tőle. Ha miért? Ha lerata a zacskózta. Öreg mit mondott? Piszoár! Ránk! 1, 2, 3. Úgy neki is bocsánatot kell kérnie. Főleg neked kéne bocsánatot kérni. Te vagy itt a hibás. Te robbantottad ki a háborút. És mi van, most mindenki hátam mögött fordul? Ha már nyilvánvalóan nem kész tőle bocsánatot, akkor bizony ellenségek leszünk. Nem szeretünk a nép haragot. Nem elég van sok hülye, ami tévé miatt csinálja? Ja, a Hír tévé, azt tudom, haha. Szóval. Kér tőle bocsánatot. Akkor neki is kéne bocsánatot kérnie. Miért? Nem csinált semmit. Persze, lepiszoázott engem, nem csak engem, hanem a barátaimat és a kettőt. Az egy, piszoár egy, piszoár kettő, piszoár három, ezeket hallod. Ha meg nyilvánvalóan te kezdted az egészet. Ó, persze, mindenkinek én vagyok a hibás, ezt utálom már. Gyűlölöm, hogy mindenkinek én vagyok a hibás. Persze, persze, hogyne. Hogy mindenkinek én vagyok a hibás, persze. Ha, még hogy ő a hibás, persze. Akkor is ő a hibás. Csak játsza itt az ártatlan bárányt. Ja.